Holnapi nap nagy nap, ugyanis holnap kezdjük az Elian babaszobájának az átalakítását, és egy igazi kis totyogós szobája lesz. Egy kisfiú szoba. Kap egy házi kóágyat a meglévő kis ágya helyett. Mostantól így este is az ő szobájában fogunk néha aludni, még mindig együtt, mert nagyon szeretek vele aludni. Az fog következni, hogy itt erre a falra jön egy tapéta. Ezeket a kis matricákat még tavaly a Shein-ről rendeltem neki, és ma is megkérdezte tőlem az Erik barátomnak a barátnője, hogy ezt én festettem el. Annyira valóságosnak tűnnek ezek a kis falmatricák. Ezt a feliratot pedig az a Csajci csinálta, akivel együtt szültem, a kórházban ismerkedtünk meg, együtt jártunk CTG-re. Minden nap itt ülök délután. Ó, hány éjszakánál ültem én itt, édes Istenem! Nagyon-nagyon sokat ültem ebben a fotelben, és nagyon fog hiányozni. De ideje, hogy a baba szobából kisfiús szoba legyen. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one. Ezzel lehet, hogy meg kell várnom a festőt. Hát Madárcsi Csergős, jó reggel! Ezt nézzétek, leszettük a feliratot. Szerintem még mindig azt nyögjük, ami, hogyha néztétek régen, egy két évvel ezelőtt az Államház projektet, ez akkor volt aktuális, hogy az első körben, aki először kifestett nálunk, nem alapozott le, és darabokba potyogott le a falról a festék, ezt utána ki is kellett javítani, tehát át kellett rajta menni még egyszer, ki volt javítva. De hát nyilván emiatt nem úgy tapad a festék, és yes! Ez a szoba is kicsit át lesz alakítva. Annyira szépet találtunk, ami szerintem annyira fog passzolni itt a szobához. Ez egy véletlen, de szerintem perfect! Eljöttem otthonról, nagyon jól áll a tapéta, még szerintem egy csík hiányzik az Elian szobájába, és kész is van nála. Se perc alatt felrakták, úgyhogy tök király! Azt hittem sokkal bonyodalmasabb egy ilyen, de se perc alatt felpatintották. Úgyhogy meg is nyugodtam, hogy minden szuperül alakul. Egyedül egy dolog, ami bosszant, hogy imádom a macikat, és van a tapétán macis, és riktig a konnektorra jön ki az a mintapont. Mörti, igaz? Na hát akkor megmutatom, hogy hogy néz ki most a szoba. És nézzétek, pont kijött a Maci. Ezt imádom, hogy ő onnan úgy kikukucskál, a függöny mögül. Szívtam a fogam, mert le kellett vágni így a dizájnnak, tehát neki nincs háta. Szívtam a fogam, de most azt mondom, hogy tök jól kijött. Most az apukája elvitte játszóházazni, addig én itt kitakarítok. Itt most tiszta kupi, de ezt is megmutatom nektek, hogy ez meg így sikerült. Látjátok, olyan, mint a dekorfestés, és szerintem tökre passzol így az ágyhoz. Olyan vintage vibe, de most viszont vissza a függönyök, és ki kell mostnom vasárnom. Körülbelül egy 15 perc, fél órán belül jön az új kis ágy. Nagyon izgulok. Ati majd szét fogja szedni ezt, a meglévő kis ágyunkat. Na, azt nem is veszem kamerára. Én nem tudom ezt, hogy élem túl. És a másik ilyen szívfacsaró tevékenység, ugye anyukák? Mikor összepakolod a kinőtt gyerekruhákat, és rájössz, hogy repül az idő! Olyan jó, hogy nőnek, olyan jó az új korszakok, hogy gagyaráznak, aztán beszélnek, aztán oda jön hozzá, és azt mondja neked, hogy fázom! Tegnap született konkrétan. Ha, de közben meg úgy elsiratom, hogy szalad az idő, tehát egyszerűen kettőt pislogok és vége van. Újabb gyönyörű őszi napra ébredtünk. Mati közben szétkapta a hálót, és ideiglenesen itt van ez a fotel. Na induljon a buli, itt vált igazán valóságossá, hogy egy korszak tényleg lezárult, és egy új veszi kezdetét. Megérkezett Eliám házikóágya, és kikerült a szobából a kis ágy. A házikóágyal együtt pedig megjött Jorge és Ági, akiknek külön köszönet, hogy partnerek voltak ebben az Államház projekt forgatásban, és hogy gyönyörű, gyönyörű házikóágyat hoztak nekünk. Az Instagramon találtam rájuk, mert egy olyan házikóágyat kerestem, amivel nem vállalok olyan nagy elköteleződést, tehát nem szerettem volna, hogy a következő 10 évre házikóágyba kelljen aludni az Eliámnak, mert teszek egy nagy beruházás, viszont nem szerettem volna a minőségből se lejjebb adni. Úgyhogy mobil házikóágyat választottunk neki, ahogy a videó elején láttátok, a házikó rész abszolút levehető, és lehet belőle utána játszó sarok, kisebb tesónak, vagy utána elajándékozni, valaki nagyon nagy örömét fogja lelni benne, amikor az Eliámnak már csak a nagy fiús ágyra van szüksége, hogy itt most látjátok a videón a szimpla állapotában, és a leesésgátló
kalandokat is le tudom róla venni, majd alakítva, hogyha már nem alszom vele. Egy ember foglalkozik egy át, nullászik, 100%-ot. Amióta megvannak ezek a mesekönyves polcok, az alapvető sok meseolvasásunk meg kétszereződött, vagy háromszorozódott, és az ágiék egy gyönyörű, masszív, stabil, biztonságos Montessori-s házikó ágyat csináltak nekünk, amit most is nagyon-nagyon szépen köszönök, és őszinte, tiszta szívemből ajánlom őket nektek, minden álmunkat megvalósították, és az összes elképzelésünket. Na, Elián még alszik. Gyorsan levettem a lepedőt, mert az új, hogy ki tudjam mosni. Még amikor az Elián a pocakomban volt, akkor vettük ezeket a macis kis kallantyúkat. Most ezeket feltesszük, kicseréljük. Amúgy ezzel járt a bútor, és annyira tetszett, hogy végül ezért nem használtuk fel. Viszont most ez a kis állatos dizájnhoz úgy érzem, hogy passzol. Úgyhogy apa to the rescue. Az apa sors, és addig is az anya sors. Oh! Apóka, melyik az apóka? Megmutatod? Fú, de jó az ágy, az jó magát. Ez jó lesz az a kettő? Maci. Kicsa. Kicsa. Éppen időben ma lesz a halloweeni partink, és megjött a kis nyuszis pokróc. Okay. Na, eljöttünk az IKEA-ba, most is éppen egy kis gyerekszobába vagyok itt bent. Annak reményében, jaj, de cuki, hogy így megihletődünk még valamire. Eli szobájába. De ahogy egyre nézelődök, egyre inkább arra jövök rá, hogy nem nagyon kell már oda semmi. Úgyhogy ebből áll a bevásárlókosarunk, mézeskalás házikó ragasztó. Többit is, gyere nézzük meg. Forralt gyümölcsital. Ati azt mondja, ilyenekre emlékszik. Nem ezt kereste tavaly? És de, ezt kerestem. De én nem emlékeztem, ő igen. Nem nagyon tálok a szobába meg semmit. Kapsz zsírkrétát. A legjobb módja, hogy rájöjjünk, hogy kell-e valami a szobába, hogy a főnököt magát kérdezzük erről. Kérsz valamit a szobádba? Az kell a szobádba? Egy kis gombaszék, az kellene neked? Ha nem is a szobájába, de oda kintre, nem? Ez mi? Mondd, hogy kutyus. Hozom. Na, itt egy kis karácsonyi update. Tettem fel ilyen kis fényeket, oda tök okay. Jól el tudtam dugni. Oké. Okay. Okay. Rendeltem neki ilyen rénszarvasos ágyneműt. Nagyon kis cuki. Meg kettő párnát. Itt van az apókának a sapkája. Természetesen egy kis fiúnak egy kis autós párna is dukált. Még vettem neki ide a szobájába ilyen kis gyertyát. Jó, hát nem kifejezetten érdekli ez a gyertya őt, de nekem nagyon tetszik, és úgy éreztem, hogy ez így passzol a szobának a hangulatához. Elnézést, a lányok ugatnak. Meg még egy mézikés gyertyát is vettem neki. Csak hát nincs hova tenni, mert lekerültek a polcok. Itt egy üres falrész, és egy barkács kedvű anya. Tudod, hogy milyen? Olyan, hogy Ati hamarabb hazaér a munkából, körülbelül soha nincs, kivéve ma. Ekkora szerencsém van. Rommá vlogoltam ezt a kamerát, szerintem. Maci, gyere ott, hangos! A kíváncsi páncsi. Anyi, kis anyi. Na, így néz ki. Rátettem azt a kis gyertyát. Ehhez az ágynemű szethez volt egy lepedő. És én ezt így hasznosítottam, mert ez kis ágyra való, de ide tökéletes szerintem. Még ezt akartam megmutatni nektek, ez annyira cuki. Kaptunk az ágyéktől egy ilyen kis care package-et. Bármi is történjék, javítópaszta, és az ágy mind a két színe. Ezért nem vert a víz attól annyira se, hogy én tegyem fel a polcokat, mondom, bármi van lejavító. Az ágyfestékével a falat. Most Ati a munkával hazatérve hozta magával az adventi koszorunkat, amit bedobott neki az a hölgy, aki ezt csinálta nekünk. Idén is, és két évvel ezelőtt is, amikor az Eliám szobáját elkezdtük csinálni. Akkor is az volt abba a videónkba, mert azt is az első advent vasárnapi hétvégén forgattuk. Tudjátok, mit nem magyarázok? Tekerjük vissza az időt egy kicsit. Elkezdjük csinálni a kisfiunk szobáját, amit eddig tárolónak használtunk, mert hogy az volt az egyetlen szoba, ami nem volt... Várj, bekötöm magam. Ami nem volt használatban, úgyhogy tényleg mindennek a gyűjtőhelye volt, aminek nem volt helye. Itt az adventi koszorunk. Egy csajszi csinálta nekem itt Miklóson. Ez az utolsó karácsonyi vásárunk.
Mézit otthon hagytuk. Nem tudtuk, hogy ma van a karácsonyi vásár. Pedig amúgy tényleg mindig az első advent vasárnapon van. Aztán ha látunk valamit, egy kicsi szobájában, az meg lesz. Na így néz ki a szobának a színe. Ezt a gyertyát meggyújtom és összerakom a kis forgót az ágyra. Ettől is volt ilyen deja vu, hogy most 2 évvel később újra az Elian szobáján dolgozunk advent vasárnap idején. Annyira hihetetlen, hogy így elment ez a 2 év. Egyébként a videó elején említettem, hogy ugye kiköltözött a hálóból, mert hogy éjszaka köztünk aludt. Délután meg a kis ágyában, még ugye Rácsosban. És gondolom, hogy lesznek anyukák, akik kíváncsiak, hogy hogyan zajlott ez a váltás. Nem vette észre, hogy kiköltözött a hálószobából. Én sokkal jobban forgolódtam egész éjjel. Ott aludtam vele akkor is, hogy hú, vajon mi lesz? Nekem szokatlanabb volt. Nagyon szereti a kis szobáját, nappal is állandóan bemegy. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis álomház projekt. Amikor ti látjátok ezt a videót, akkor holnap van advent vasárnap. Nekem most holnap után. Érkezem a Vlogmas videókkal is, de már ennek a végén is egy kicsit hangolódtunk együtt. Úgyhogy remélem, hogy azokat is várjátok, és találkozunk a következő videómban. Nagyon hamarosan. Sziasztok!